Isti! A videót a notebook.hu támogatta. Link lent! Na szevasztok, gyerekítünk a következő NBA 2K18 Back and Playoffs, azaz draft játék módunkban. És elindul egy tök új téma, teljesen új, végignyomtam már egészen a döntőig videón kívül sajátos módon, de nem akarjuk, nem maradhatok le semmiről, kb. Az 5 utolsó 4 meccsből 3 rage quittel zárult. Egy nagyon szoros volt, 12 pontos előnnyel vezetett a srác az első négyedben, meg a másik négyedben. Aztán tudtunk folytani, és akkor 12 ponttal megvertük, de persze nyilván azt sem ment végig, utolsó percbe kilépett. Úgyhogy meglátjuk most, hogy egy tök új packet, vagy draft játékmódban, tök új csapattal mit fogunk tudni érni. Ugye 5 darab játékost kell kiválasztanunk majd a több közül. Alapból ugye feldob nekünk a játék 5 darab lapot, és ebből nekünk 2-t kell megfordítani, és az lesz az egyik játékosunk, hogy nem egyszerű dolog. Na szóval az első játékos mondjuk egy edzőt fogunk választani először, csak oppá, elfelejtettem, már rég volt. Jó, hát van egy grit and grindos játék stílus, ami ugye a játék lelassítására összpontosít, és kemény belső játék, ami nekünk tök jól működhet, ugye attól is függ, hogy milyen játékosokat fogunk kapni, mert amúgy én inkább a belső játéknak vagyok a híve, viszont az előző csapat az eléggé 3 pontos orientált volt, ugye Stephen Curry, Jared Bayless-t, én kihúztam utána a Silver Shooting Guard, iszonyat jól dobja a triplát, ugye egy Jabari Parkerem is volt, tehát, hogy eléggé triplára mentünk, és hát azért az picit másod, nézzük meg mondjuk a másodikat. Hoppá, Eric Spoelstra edző, szintén grit and grind, igazából egyértelműen ugyanaz a játékstílus, akkor egyértelműen Spoelstrát fogjuk behozni. Ennyi. Azon kívül még ezek lettek volna, igazából nem tudom, megmondom egyelőre őszintén, hogy nem igazán értem egy a system proficiency-t sem annyira még. Kezdem tapogatózni, de van, amit nem értek, hogy például melyik játékos miért nem illik bele ebbe az összképbe. És itt igazából, hogy mondjam, megmondom őszintén, nem nagyon látom annyira az értelmét annak, hogy most az ki legyen maxolva, az a system proficiency. Mindegy, menjünk rá a játékosokra. Na, hát meglátjuk ugye, hogy mit fogunk húzni. Ilyenkor izgulok azért, tehát azért nagyon, nagyon nem lenne jó szar játékosokat húzni, az utolsót. Hoppá, LeBron James, már jól halakulunk, hallod? Már jól kezdünk. Viszont, ha most jön egy Curry, az probléma lehet. Ja, egyértelműen LeBron James fogjuk berakni. James-szel még úgysem játszottam, de jó, pedig ott volt Jabari Parker és Embiid is. Tök jó, hogy nem ők közülük lett valamelyik, mert ugye Embiid megvan az alap Mighty Man-ben, és ugye Jabari Parker az előzőben volt. Na nézzük, small forwardunk már van. Nagyon jó. Akkor, az inside play egyelőre jónak tűnik a grit and grind. Van egy Joel Embiid centerünk. Az jó tud lenni, és nézzük mondjuk a negyedik lapot, ami pedig egy James Harden shooting guard. Na most itt felmerül a kérdés, hogy egy center mindig nagyon kell, de hát azért egy James Hardent nem utasít vissza az ember, reménykedjünk, hogy lesz majd még center bedobva a közösbe, és gyakorlatilag a legjobb lapot kihúztam a többi közül. Oké. Okay. Megyünk tovább, egyre igen egész jó a line-up, bár mondjuk Harden nem annyira illik bele ebbe a játék stílusba, nem teljesen érdekel. Oké, nézzük meg mondjuk a piros packet. Oké, megnézzük mondjuk az elsőt, meg a másodikat, mit szóltok. Jimmy Butler, shooting guard. Egy centernek most már jobban örülnék, shooting guardunk van. De a második. Stephen Curry! Jó, Curry, gyere baby, gyerekek, mi a franc van? Most már csak, na... Ezzel a line-uppal most már csak tényleg arra kell rámenni, hogy legyen valami magas emberünk, centerünk. Én adnék egyébként még egy shooting guardot egyébként, és akkor LeBron lenne a power forward, az is tökre tudna működni. Legyen a lila pack. Gyerekek, gyerünk, szurkoljatok egy center, eddig tök jó! Negyedik. George Hill point guard, vagy... Én az első. Jeremy Grant. Hát legyen George Hill, és akkor ő lesz a tényleges point guardunk majd. És akkor el fog csúszni. És úgy fogom megcsinálni, hogy Curry lesz a shooting guard, George Hill lesz a tényleges point guard, Harden lesz a small forward és power forward center. És mi van? Tehát, és LeBron James pedig a power forward lesz. És most egy centert nagyon-nagyon kéne nekünk szerezni, mert nagyon nincsen, aki lesz, lepattanozzon. Hát ezt Embiidet el kellett volna fogadni, na nézzük. Zach LaVine. Vagy... Nem az utolsó. Mark Jackson! Húha! Húha! Na...
ezt most rakd, és ott lett volna egy Westbrook basszus a második, és egy Kevin Love is lett volna, egy Love azért jó lett volna a centerre. Gyerekek, erős a csapat. Na de ezt most így rakd össze, hallod? Jó, egyértelműen George Hill lesz a point guardunk. Elmondom miért. George Hill ugye egy aranyjátékos, és George Hill azt hiszem nekem már megvolt. Lehet, hogy ez nem ő volt, de most így úgy gondolkozom, hogy megvolt. És neki gyakorlatilag egy skillje van, ami nagyon jó, az a passzolás, a playmaking. Tehát ő lesz a point guardunk. Ő lesz az, aki hozza fel a labdát. Curry lesz egyértelműen a shooting guard, mert jól tud dobni, és Harden lesz a small forward. És akkor hova a francba kerül be ugye Mark Jackson? Hát akkor inkább az lesz, hogy LeBron lesz egyértelműen a centerünk, tehát ez nyilvánvaló. És akkor mondjuk így lesz, hogy akkor Mark Jackson a small forward, és hát Harden a power forward. Erős a csapat, de nincs egy center, és ha kifogunk egy olyan csapatot, akinek van centere, az eléggé kellemetlen lesz. És most már itt vagyunk a második bordon igazából. Itt már Emerald lapot is tudunk majd szerezni magunknak. Sajnos az első boardról nem sikerült összeszedni Brian Scalabrine, pedig jó lett volna, mert az egy eléggé egyedi lap lett volna, de nem nagyon jött össze. Ugye úgy van, hogy lenyomjuk a meccset, és utána gyakorlatilag van egy ilyen jó nagy ilyen táblánk, ahonnan tudunk kártyákat húzni igazából, és jó cuccok szoktak lenni. Előzőben is egy nagyon sok játékost össze tudtam szedni, inkább gold és silveröket. Úgyhogy meglátjuk, gyerekek. Amúgy nagyon komoly a line-up, tehát nagyon kemény. De azért az Embiid, de az a baj, hogy most, hát igen, utólag most már visszanézve az Embiidet kellett volna elfogadni a Harden helyett, és akkor Jimmy Butler shooting guardra, igen. De ezt nem mered meglépni, mert ott még volt még három lehetőség, és gondolom, hogy biztos befogni egy center, hát nem jött be. Na gyerekek, hát meg is kaptuk az ellenfelünket. Szerencsére önállá sem sokkal jobb a helyzet, igaz, hogy neki van két power forwardja, ami probléma lehet, igazából csak egy van, nem tudom, én mondtam kettőt, Rudy Gay van centeren, LeBron James esetleg meg fogja enni, a csapatunk egyértelműen erősebb, neki van mondom egy power forwardja, ami lehet, hogy probléma lesz, lepattanózás szempontjából mindenképpen probléma lesz, hát LeBront megpróbáljuk, hopp, egy kicsit átfolyt kör feje, picikét ilyen paranormal activity, de nem probléma, és hát igazából drukkoljatok. Én azt akarom kérni tőlek, hogy drukkoljatok veszettül, mert jó lenne azért itt is tök jókat elérni. Ha tetszik a videó, nyomjatok egy lájkot, és lesz mindenképpen draft mód, mert láttam, hogy szerettétek egyébként ezeket. Na de fogjuk be, és Curryt fogja George Hill, ami lehet, hogy egy probléma, és lehet, hogy át kéne majd rakni így a defense settings, de majd meglátjuk, hogy hogy lesz, mert egyébként George Hill védelmileg perimeter defenseben nem rossz, egyáltalán nem rossz, B pinuszos, vagy B-s. És egy hiba már ott is van, nagyon jó. Na, gyerekek. LeBron James-el még életemben nem játszottam, Curry. És azért, hogy George Hill-nek adom labdát, ott van playmaking. Ja, amikor a tripla sem olyan rossz, tehát egyébként is nagyon ott van, akkor el tudja dobni a triplát is. Curry! Midrange, step and shoot, nem igazán jött össze. Nem baj, nem kell beszállni. Danny Gibson, az biztos nem mehet be. Nagyon jó. Hát ilyen szolidan kezdünk, én valahogy érzem egyébként bennünk az erőt. Rudy Gayen, LeBron James, egy ilyen lefordulást nem tudni kell teljesen, és hátul dobja el a palánk mögött. Semmi probléma, semmi gond, semmi probléma, nem tré. Össze fog ez még jönni, fel fog ez állni ez a csapat. Még össze kell szokni, LeBron perimeter A-os a védelme, lehet, hogy néha rá lehet majd állítani ez egy ilyen Curry témára, vagy valami. Rudy Gay, a midrange az jó, így van, első pont nála. Nem baj, mondom, nem fosunk be, teljesen jó ez, nem igazán látjuk még a helyzeteket. Eldobjuk ezt a midrange, tökéletes! George Hill az első ponttal, nem hittem volna, amikor draftoltam azt a csapatot, hogy ő lesz az első, aki pontot fog dobni nálam valaha is. Nem tudom, miért nézem le egyébként, nem kell lenézni amúgy a goldokat. Az a lényeg egyébként sokszor, hogy a silver meg a gold játékosodat is tud használni, mert az ellenfél azonnal azt fogja hinni, hogy na, őket nem fogod annyira használni, mert nem jók, mert hogy silverök. És ha megtanulod őket használni, akkor az tök jó. Na hát ez egy sima midrange volt Paul George-tól. Semmi probléma. Curry. Nem fogjuk eldobni. Harden. Hopp. Pump fake. Harden. Sima. Jó ez. Iszonyú sok opciónk van támadni. Ez nagyon jó. Ez nagyon rendben van így. Az milyen szép volt Rudy Gay-től, azt a mindenit, már hát is Gay. LeBron James érkezik be, és hát tényleg nem kéne megállítsák. Jó, nagyon jó. Itt is ez lesz. LeBron azért nagyon jó kiegészítő játékos ebben a csapatban. 59-es esélye volt ennek a büntetőnek, köszönjük szépen. Mert ő lesz a tank.
Ugye ő rá lehet hagyatkozni utolsó, legutolsó esetben, amikor már nem nagyon jönnek össze a dobó helyzetek, hogy ő bent van, és akkor feltesszük a dobást bár ott a palánk alatt. Ugye főleg ezen a meccsen fog ez működni, ez még egy nagyon nagy blokk James Hardentől, aki egyébként a legnagyobb kritikát a védelmért kapja. És ott van kint Mark Jackson, aki egy tripla dobó specialist akarom mondani, és már is 8-6 az állás. Úgyhogy nem aggódom, egy percig sem aggódom. A csapatunk erősebb, igazából tényleg iszonyat sok opciónk van támadni, és ebben még nem használtunk ki mindent. Ő eléggé hülyén támad, ez most éppen bejött, de... valahogy nem akarom el nagy képüsködni a dolgot semmiképpen sem, az gyönyörű volt. De valahogy azt érzem, hogy nem nagyon lesz ez így neki opció, hogy ő ezt megnyerje. Ez is mi? Tehát ez egyértelműen fog bemenni. LeBron egyébként a lepattanókat egészen szépen szedi iparos módjára. Harden... Ez az egyszer volt, de gondoltam, esetleg egy midrange-t be tudunk vállalni Hardennel. 10-8, teljesen vállalható. Már két lepattanó LeBronnál, centernek, sose volt még center. Eszembe nem jutott volna, hogy center rakni. Azért is tetszik ez a játékmód, mert néha muszáj off pozícióba rakni, ugye a off postra rakni a játékosokat, ahol nem játszanak normál esetben, és te se raknád őket oda. De ugye képtelen vagy, mint például ebben a pillanatban, képtelen voltam. Na hát az Harden. Az egy tömő lehetett volna, de nem lett. Elnézést, csak telefonom volt. Jó, hát 12-8, teljesen jók vagyunk. Curry. Az lehet, hogy jó. Nem az, hála jó Istennek, jó. Ez abszolút mázli volt, kinek menjen. LeBron James. Lehet, hogy egy beast lesz egyébként a palánk alatt, azon gondolkodik, hogy egy spin move-ot beválunk bele, és... feltesztük, és nem jó! És nem jó, és nem sikerült betennie. És jön Hayward, és vagy jaj, hogy hívják? Gordon Hayward? Valami ilyesminek hívják, igen. Dehogy is érünk Gordon. Ó, és ott van az end van, gyönyörű. Na gyerekek, 12-10. Azért lesz itt opciója bőven. Paul George. Aki ugye most már az Oklahoma City Thunder játékosa. LeBron. 3 pontos nem tudja, nem is azt várjuk el tőle, hanem ezt várjuk el tőle. Pontosan ezt várom el tőle, end van! Gyönyörű, egy ilyen drive. Drive és layup, vagy drive és tömés a végén, ez lenne a fontos tőle. Az a baj, a büntetőt iszonyat szarú dobja itt is. Ez a verziója LeBronnak. Nem baj, viszont eléggé durva testalkatot sikerült neki varázsolni, és elég széles a srác, szinte már centernek hiszem, hiába azon csak az a pozíción játszik, egyszerűen már szinte centernek látom. És közben George Hill is nagyon szépen teljesít, Curryvel nem dobjuk el azt a triplát, az túl cheese. Hardennel sem dobjuk el, ujjajajajaj, lesznek itt bajok azért. Jó, szépen George Hill, kint van Mark Price, kint van Harden, kinek menjen Hardennek vissza? Harden! Nem jó. Igen, ez egy érdekes támadás volt. Többször eldobhattuk volna már, de nem igazán tettük meg. Paul George. Georgi. Igen, Aaron Gordon. Curry. Ezt ráhagyom a gépre, hogy védje. Bakker, ezt nagyon benéztük, és end van. Így van. Nem látszik rosszul. Most már kezdi magát összeszedni, nem játszik rosszul. Módosítanám az előző véleményemet. Abszolút nem játszik most már rosszul a srác. De még mindig azt érzem, hogy igazából nem kéne, hogy probléma legyen, hogy ezt megnyerjük, LeBron James! Bakker. Aaron Gordon. Az nem jó. Hát egy pontos előnnyel jövünk le az első negyedről. Játszottunk már jobban is. Ki kell még tapasztalnom ezeket a játékosokat, tehát LeBronom sosem volt, és picikét más, picikét nagyon más, mint tavaly. Annyira nem cheese, maradjunk annyiban. Harden, LeBron marad üresen, csak az, hogy nem small forwardon van, és mindig a négyzetet nyomom, amikor passzolnék, mert úgy vagyok vele, hogy biztos small forwardon van, és nem small forwardon van. És így elpasszoltam. Mert centeren van LeBron, ezt mire én meg fogom szokni, gyerekek? Na sima. LeBron James, igen, ezeket föl kell tenni, csak az a bajom, hogy nem tudja a büntetőt, ez a legnagyobb bajom. Nézd meg, 57%, 56-os, vagy nem tudom, 60-as büntetője lehet maximum. És így... Nagyon netsz erre játszani, úgyhogy ezt szerintem hagyjuk is majd. Lassan Curryn gondolkozunk, hogy be kéne vetni Curryt, mert nem nagyon dobtunk még vele, és azért nagyon jó dobja ez a Curry a triplát, azt már tapasztalatban mondom. George, az nem lehet jó, LeBron leszedi, nagyon jó,
Curry érkezik, Curry. Curry wide open match, tripla, pop it. Pop it like it's hot, drop it like it's hot. Nagyon jó gyerekek, már is üzé, 13 pontos előny, 13 pontos előny, de jó lenne. Oké, Curry. Ezt ráhagyom a gépre. LeBron. Igen. Jó, de ott maradt Paul George. Ugaz, de nem kellett elpasszolni amúgy. Curry. Az bent van. Nincs bent. Ez mázli. LeBronnak 4 lepattanó. Igen, Hardennek az match midrange-en, nem fogjuk nyilván eldobni, és betörünk vele Hardennel. És miért maradt az ki? Nem hiszem el, jó. Ujjaj, Rudy Gay, azt tudja. Nem jó, és leszedi George. És ott van izé, Gibson, az sem jó. Á, és még egyszer megpróbáltam volna pedig Gibsonnal, nem tette meg. Gay. Hát. Aha, Paul George. Jó, nagyon jó. Oké, Curry. Üresen van, mert a tripla, Pappit, én, nagyon jó. Mondom, Curryt be kell indítani. Nem szabad LeBronra hagyatkozni, mert az nem jó, tényleg nem jó, mert nem fejezi be. Oké, faltot kiharcolja, tök jó, csak a büntető nem nagyon van ott. Ugrálok, mint egy hülye gyerek. Curry. Jó a védelmünk, jó, nem tud áttörni rajta, az nem lehet jó. Gyönyörű védelem. LeBron James turning on the Jets. Oké, nagyon szép játék, Curry. Gyönyörű, ott van a harmadik tripla Curry-től, gyönyörű játék. Kérem szépen, 9 pontos előny. Vagy mennyi az? 9. Azt nem el tudja lopni. Jó, ráhagyom a gépre a Curry védést, az nem a legegyszerűbb dolga a világon. Az viszont szép layup. 2,5 perc van hátra a másik negyedünkből. Egy LeBron James tömést azért megnéznénk, gondolom mindannyian. Igen, LeBron. Jaj. Hopp, elfékeljük. Ne is beakad! De kár érte? Nem gond. Ne, és felteszi! Az olyan szinten kiszámítatlanul csinálja, az viszont jó a támadásában, hogy nem gondolod azt, hogy az föl fogja tenni, és de felteszi probléma nélkül, nem szórakozik vele sokat. Mert Currynek még egy tripla! Még egy tripla Stephen Curry! Ahogy leszokta rázni szépen, 12 ponttal már. Gibson, ott egy steal lehet! Nem baj. Érkezik Curry, az nem mehet be, de igen, jó, nem baj. 6 pontos előny, gyerekek, 6 pontos előny. Kezd egy kicsikét elindulni a tempó. LeBron James. Ellopják LeBrontól. Nem tudom, valahogy igen. Megszoktam, hogy LeBron cheese-ebb. De annyira itt most nem az. Hát, de igen, ez csak jó dolog. Az szép. Az mennyire illett volna, hogy bemenjen. Curry. És elkezdte mozgósítani Curryt, ahogy látom. Gibson. Paul George, az nem is George, Gay. Mindig keverem, olyan egyforma hajuk van. Gay felteszi és end van. Ilyen izióta védelmet, mint amit én előadtam itt most. Nem javaslok senkinek, gyerekek. Gay feltesz és jó is. 25-28 az állás jelenleg. 28-25 inkább akarom mondani. Currynek. Stephen Curry. Curry és Kim izének. LeBron nem kéne, hogy megfogja Gay. És falt. És megint arról van szó, tök jól kiharcolta, de egyet biztos ki fog hagyni LeBron. Ez most jó. De akármennyire közel csinálom a Perfecthez, nézd meg. Nézd meg, és egyszer nem megy föl, 60 fölé. Elképesztő, hogy ez a szar büntetője van. Jó, hát valahol persze, meg kellett ezt húzni. Csak ez a probléma, hogy ez a legfőbb képessége jelenleg, amit látok, hogy kiharcolja a faltot. És nem tudja bedobni a büntetőt. Még gáz dolog azért. Jó. LeBron James, az szép. Ott van, na végre ott van a LeBron James tömbe, amit már régóta vártunk. Hiányzott az már. Rudy Gay. Gay elfut izé Curry mellett, és ez megvan. Jó, nagyon jó. LeBron James. James is el kéne kezdeni kicsit bepörgetni, mert Curry és Harden, és annyi opciónk van, mint a szar. És nem jó, nem baj, viszont nagyon szépen szedi. Jó. Nyugodjunk meg. Ezt le kéne támadni, mi? Ja, ezt le kell támadnunk ezt az időt. Ugye most már a támadó idő az... Falt is, nagyon jó, megyünk a vonalra, pont is lesz belőle, garantált pont van belőle. Curryvel a büntető iszonyat könnyű. Úgyhogy ez így jó, hogy vártunk egy kicsit. De az miért marad ki 90%-ra? Az, hogy még lehet ebből pont nekik.
Durant, hát szépen fogta a Hill, ahogy tudta, nagyon jó, és LeBron még nem tudja eldobni. Már fél idő van, gyerekek, 32-27 az állás a számunkra, mi vezetünk, ami tök jó. És igazából tőle nem tudok elmondani, benne van a papírban abszolút, hogy hozza még a srác, de még mindig azt érzem, hogy azért nekünk sokkal több opciónk van, igazából csak ez hiszem azt. És ott van Mark Price, vagy Mark Jackson, bocsánat, a triplán. Nézzük, annyi opciónk van, hihetetlen. Nagyon jól fog támadni ez a csapat, csak tényleg a center hiány az egy picit úgy rossz, hogy nincs, és nagyon szeretek center játékot játszani. De tudunk ez bőven adaptálni, mert annyi opciónk van, mint annyi. És az egy dobás, és leszedi! LeBron elől Rudy Gay leszette a lepattonot, és Aaron Gordon betör is gyönyörűen csinálta egyébként. Nem baj, 35-29, igen, közben gondolkozom, hogy a szar legyen. LeBron James, in the post, Curry-n, mehet ki Hillnek. Megpróbáljuk, érted? Oh, LeBron mekkora lepattonó, Curry-nek! De ne ez, oj, mi be volt nyomva az Icon Pass. LeBron James! Jó, az a miénk már megakadt. Az a baj, hogy néha bemarad az Icon Pass, és ő passzolnád ki mondjuk a small forwardnak, és nem tudod, hogy rádobja, ugye? Vagy éppen nincs bent az Icon Pass, akkor szokott ilyen lenni. Curry! Nem, Harden. Harden a midrange az mehet is. Perfect release. Ez jól jött ki. Ez jól jött nekünk ki. Gyerekek, durva ez a csapat. Ez megint durva lett ez a csapat. Azt kell, hogy mondjam. Picit még tényleg meg kell szokni ők, a LeBront, meg a többieket, meg ugye Harden-nel se játszottam még, de ez nagyon durva ez a csapat. Mondjon bárki bármit, ez gyilkos. Ez killer. Harden, nem csinálunk semmit. LeBron. Gay nagyon jól fogja LeBront egyébként, azt hozzátenném. Uha, Curry a posztba. Jaj, nem pont oda akartam. Érkezett valami szírszar üzenet, vagy nem tudom mi. Gibson. Hozza föl serényem. Azt egy szép passz. Meglepő. Paul George a három pontosnál nem jó. Sokat hagy ki. Igazából az van, nagyon sok opciója van, de sokat hagy ki belőlük. Harden a hármason. Bent is van, hihetetlen az a Harden. Ilyenkor az a baj ezzel a játékmóddal, hogy így játszol ezek a játékosokkal, és így rájössz, hogy basszus, de jó lenne ezeket is megvenni. És akkor így kellemetlen a dolog. Na, still. Na, ott van az, elveszti, jó. Harden. Még egy triplát, ne? Ez már csak kettes. Nem is jó. Nem baj, hát ez el lehet nagy képüsködve, maradjunk annyival, ez nagyon el lehet nagy képű. Az viszont jó lehet, Curry, nem jó. LeBron. Már a tizedik lepattolni a Jamesnek, és ott lehet, hogy kiosztott assziszt. Nincsen. LeBronnal a tripla, nézzük. Nem jó. Nem baj, megpróbáltuk. Na, ez egy chase down. Nem. Nem is őt irányítottam. Na, nem baj. Nem baj, még mindig 6 pontos előnyünk van. Elég stabil. Be is jut. És fel is teszi. Ennyi. Jó lesz ez, gyerekek, abszolút jó lesz. Curry! Aaron Gordon! What? Megpróbálta áttömni. Mondjuk abból él a gyerek egyébként kb. Curry. Nem. Kikapusabban. Hill. Nem tudom, kinek menjen, LeBronnak kéne, amikor ugye posztban vagyunk, hogy LeBronnak kéne, egy ilyen post fade away, tudja el, tudja a post fade away-t LeBron James! Gyönyörű, 10 pontos előny, gyerekek. Lehet, hogy itt van a rage quit ideje? Nem hiszem. Annyira még, dehogy nem! Gyerekek, nem tudok végigjátszani egy meccset, miért nem? Ha tetszett, gyönyörűen egy lájkot, leírásba, egy csomóninket megtaláltok, és lesz még ilyen mindenféleképpen. Szevasztok, gyerekek!